vasas, mi győzni fogunk. Hajrá vasas, mi így dalolunk. Hajrá vasas, nincs félelem, és nem számít csak a győzelem. Szeretettel köszöntjük Bori Gábort a Vasas csapatában. Fél évre érkezik kölcsönbe Diósgyőrből. Kérlek, mondd el az idekerülésed körülményeit. Üdvözlöm a Vasas szurkolókat első körben, és hát érdekes módon keveredtem ide végül is, de azt kell mondjam, hogy én kezdeményeztem ezt a leigazolást, mivel keveseltem a játék lehetőséget a Diósgyőrbe. És azt kell mondjam, hogy nagyon jó helyre csöppentem. Én azt gondolom, hogy NB1-esek a körülmények, mint a szakmai stáb, mint a pályáknak a feltétele az edzésekre abszolút. Tehát pulzusórával készül a csapat, ami azt gondolom, hogy NB2-ben nagyon ritka, de még úgy gondolom, hogy NB1-ben is. Ami szerintem nagyon fontos, nagyon jó a szakmai stáb, a vezetőség, akiket eddig megismertem, a csapattársak meg egyértelműen NB1-es szinten dolgoznak és csinálják a dolgokat, aminek nagyon örülök. Ugye nagyjából egyidős vagy a Cvitkovics Péterrel, aki nem oly régen szintén ide került a csapathoz. A pályafutásodnak mely szakasza volt megítésed szerint a legemlékezetesebb, vagy amikor a legjobb teljesítményt nyújtottál eddig? Hát a legemlékezetesebb az nyilván az MTK-s érem volt, mivel az volt a leghosszabb, ott értünk el komoly eredményeket NB1-be. Ugye bajnokságot nyertünk, szuperkupát nyertünk a csapattal, második, harmadik helyzet is voltam. A Cvitkovics Petire meg visszatérve, tehát gyakorlatilag ő gyerekkori barátom, és ha jól hallottam, akkor az ő közreműködése is közrejátszott az ideigazolásomban. Mi vasas szurkolók jól emlékszünk arra, amikor 2004 májusában Bodajkon győztünk, legyőztük a Bodaj csapatát, akkor éppen te is abban a csapatban játszottál. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? Hát az MTK-nak a fiók csapatáról beszélünk, ugye fokozatos beépítés volt a cél, ugye kezdtem az ottani ifjával, NB2-be és az NB1-ben, ahol találkoztunk is a Vasassal, ahol rengeteg mostani NB1-es klub szerepelt abba az erős NB1-B bajnokságban. Milyen várakozásaid vannak, hogy ide kerültél a Vasashoz? Hát a várakozásom az szerintem egyértelmű, hogy a feljutás az mindenképp, de NB2-es bajnok nem voltam, szeretném átélni, hogy milyen. És az egyéni pályafutásod szempontjából? Az egyéni pályafutásom szempontjából igazából megmondom őszintén, senkinek nem akarok megfelelni, senkinek semmit nem akarok bebizonyítani, a mindenkori vezetőségnek és a szakmai stábnak van restanciám, amit sajnos az elmúlt fél évben nem tudtam megmutatni, vagy csak nagyon keveset, azt most szeretném megmutatni, de bizonyítani nem akarok semmit. Én szeretném, ha a vezetőség és a szakmai stáb elégedett lenne a teljesítményemmel, ez a legfontosabb nekem. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk itt a Vasasban. Köszönöm. Hajrá Vasas, mi győzni fogunk. Hajrá Vasas, mi így dalolunk. Hajrá Vasas, nincs félelem, és nem számít csak a győzelem.